Minden korosztály megtalálta a neki való programot a Tolnai Holduna partján megtartott polgári pikniken. A kicsiket például számtalan elfoglaltság várta. Szerintem a kézműveskedés volt a legjobb. Párnát csináltam én, Luisa pedig ilyen madárjesztőt. Míg a gyerekek játszottak, addig a felnőttek bográcsokban és üstökben készítették a finomabbnál finomabb ételeket. A Szekszárd környéki települések igazán kitettek magukért, ami a gasztronómiát illeti. Kokost főztünk mi, szeretjük a kokost. És hát nem azért, mert zavorja a falusi emberek nyugalmát a kokost, nem azért vágtuk le, hanem szeretjük, és a társaságunk, az egy nem megosztó étel. Ugye birkát szoktunk legtöbbször főzni, de egy része a vendégeknek az egy megosztó étel. Van, aki nagyon szereti, és van, aki pedig most jöttünk kokossal. Miklós János barátom főzte, hagyományos bogyisztói módon. Ez egy pörkölt, tehát nyilván alá sütött hagymát, aztán és főtt a kokos is. Szerencsére ezek óriási kokosok voltak, ilyen 4-5 kilósok, 3 darab, és hát azért kellett hozzá idő, 3,5 óra, mire most már könnyen falatozható, a comb is elhagyja a csontot. Az egész nap tartó programok során több száz adag ételt készítettek el a résztvevők. A pikniket a Dunamenti Polgári Egyesület szervezte, ők már második alkalommal hívták közös programra a civileket és a családokat. Egyesületünk 2020-ban alakult, 2020 őszén, és hát azzal a cél, hogy közösségi programokat szervezzünk. Családoknak, együtt gondolkodóknak, egymással jobban lévő baráti társaságoknak. Aztán ugye Covid-járvány volt, ennek tükrébe tavaly évben tudtuk tavaly év őszén megtartani az első dupi pikniket, itt Tolnán az Altaripa Szabadidőparkban. Felnőtteknek egy közös főzés programmal, gyerekeknek pedig egy ilyen népi játszótér, uglálóvár és minden egyéb gyerekeket izgalomba hozó programokkal. És természetesen úgy zárult az előző, hogy akkor már elhatároztuk, hogy ez legyen hagyományteremtő évről évre, egy őszi időszakban rendezzük meg újra ezt a családi napot. A célunk az volt, hogy mi egy kis létszámú egyesület vagyunk, de próbáljunk meg közösségépítő tevékenységeket szervezni, hol tényleg akár több száz embert is azonos tematika mellett le tudunk ültetni, vagy el tudunk hozni egy ilyen csodás szabadidőparkba. Tehát mi egy kis létszámmal indultunk továbbra, és ugyanez a célja az egyesületnek, hogy próbáljunk meg Szekszárd és térségében közösséget építeni. Innen jött egyébként az egyesületnek az elnevezése is, a Dunamenti, tehát gyakorlatilag itt mondhatom Bátától egész Medináig ezekről a településekről vannak vendégek. A nem is mindenki Dunaparti, de gyakorlatilag mindenki a Dunához közeli területen él. A rendezvényen Horváth István, a térség országgyűlési képviselője is részt vett, és arról beszélt, hogy az ilyen rendezvények nagy szerepet töltenek be a helyi közösségek építésében. Az emberek, főleg itt a Covid-ban ráéreztek arra, hogy az közös együttlétnek milyen mentális ereje van, és a magába fordult emberek, amikor kapnak egy kicsit lehetőséget, hogy kinyíljunk és tudjunk másokkal is találkozni adott esetben, jó beszélgetések mellett az unokákat, a gyermekeknek is, ugye mi programokat szervezünk, illetve a dupisok szerveznek, ez így összefogja a családokat is. A főzésből természetesen Horváth István sem maradt ki. 250 főre főzzük a vegyes pörköltet, ami körömből, csülökből, oldalasból és lapockából készül, és a lehető legjobb tudásunkkal készítjük. Reméljük, hogy nem kozmál oda, mert azért ez egy sűrű szafton szeretjük készíteni, pont azért, hogy jó ízletes legyen. Bízunk benne, hogy ha elkészül, akkor ez a 250 embert majd meg tudjuk vendégelni. Most is lesz egy vendég, Jeszenszky Zsolt lesz a vendégünk, és ezzel is egy kicsit a délutánt feldobjuk, tehát lesz közélet, lesz kultúra. Tolnán a piknik késő délutánig tartott, a programot közéleti beszélgetés is színesítette.